Üdvözöllek benneteket itt az egynapos zen végén, a Dharma beszéden. Mielőtt bármit is tennénk, mondjuk el az Om Nám mantrát 7-szer. Egyszer volt? Biztos? Számoltuk? Ja, hányszor bizonytalanodtunk el csak itt 7 omnám közben, hogy vajon most akkor, most a negyediknél tartunk, vagy a harmadiknál? Hányszor csatangolt el a gondolatunk 7-es számú mantra alatt, hogy akkor most mi lesz, hogyha most biztos jó, biztos a többiek tudják. És egyébként tényleg tudják, és egyébként tényleg 7 volt, és a csoportos gyakorlatnak az egyik lényege, hogy tudjuk ezt így egymást támogatni. A csoportszellemnek ez egyébként hátránya is tud lenni, mert ugyanúgy a hülyeséget is tudjuk magunkban táplálni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a csoportként is hogyan viselkedünk, és nagyon-nagyon fontos az, hogy egyénként is hogyan viselkedünk. Ugye, hát ez a politikai nyelven az, hogy mindenkinek egy szavazata van. De egy szavazata van. És ezt sokszor nem veszük észre, ezt a kicsike felelősséget ugye a saját tudatunk kormányzásában, hogy hát igen, ezért vállalhatunk felelősséget ezért a tudatért, amit rajtunk keresztül működik, amit nem igazán tudjuk, hogy hogy működik, és minél inkább, minél arrogánsabban azt hisszük, hogy na most már tudjuk, annál nagyobb pofonnal fog visszatéríteni az élet arra, hogy nem tudjuk. Ezt úgy is mondjuk, hogy az önkép és az önvaló közti különbség mértéke egyenesen arányos a szenvedésünk mértékével. Szóval, hogy mit képzelünk és mi van. És hát éreztük azt, hogy 7 mantra alatt világokat tudunk képzelni, világok tudnak összeomlani és világok tudnak épülni. És ez minden pillanatra igaz. De ezek a pillanatok mennyire tiszták vajon? Mennyire tudjuk pillanatról pillanatra a tudatunkat tisztán tartani? Hány pillanatból áll össze egy ülőgyakorlat például? Hány pillanatból áll össze egy másodperc? Hát nem tudom. Egy botütés az egyenlő egy pillanat? Egy pillanat alatt mit lehet csinálni? Egy pillanat alatt mi dől el? Hát minden. Ebben a pillanatban dől el minden. Ebben a pillanatban, hogy beletesszük, vagy nem tesszük bele az energiát. Ugye minden, ami megtörténik velünk, akár lovagoljunk, akár vezessünk, akár üldögünk, egy pillanat alatt
minden dűlhet, vagy borulhat, vagy akár újra is születhet. És hát nem mindegy, hogy ezeket a pillanatokat mennyire látjuk át, és mennyire tudjuk mi a saját testünket, gondolatainkat, érzelmeinket átlátni, hogy hogyan működnek együtt, és hogyan tulajdonképpen együtt, és még együttebb, és még együttebb, és még együttebb, ami annyira nagy lesz, hogy a végén az a minden, az egész univerzum együtt van, és akkor már csak megint ide jutunk vissza. Tehát ez a hatalmas lehetőségünk, a hatalmas barátunk, és egyben a hatalmas kételyünk is, hogy hát, de hogyan? Mit csináljunk? Mit tudunk tenni? Hát tudunk gyakorolni. Tudunk együttműködni, tudunk együtt étkezni, tudunk együtt ülni, tudunk együtt tölteni napokat, heteket, hónapokat is olykor, akár itt a templomban, akár máshol, annélkül, hogy mondjuk egymás torkának ugranánk, mert nem feltétlenül kell ezt tenni. És az, hogy egy rendszer hogyan épül fel, egy közösség hogyan épül fel, az ugye mindig a közösséget összetevő embereken múlik. Éppen most akadt a kezembe a napokban egy ilyen könyv, hogy 1000 years of annoying the French, ami arra szól, hogy 1000 éven keresztül a franciák és az angolok hogyan idegesítették egymást történelmileg. És akkor nagyon vicces könyv egyébként, tudom ajánlani, de hát az elég durva cuccok vannak benne, hogy megnézzük, hogy min alapszik egy nemzeti történelem. Hogy Hódító Vilmos egyszer csak azt mondja, hogy akkor most egy 7 kilométeres sávban és 120 kilométer hosszan mindenkit ki kell írtani. Azért, mert nem fogadtak szót neki. És akkor történelem most egy Hódító Vilmos. És hát ilyen alapú reakciók, ilyen dolgokra építjük, ilyen pszichotikus dolgokra épül legtöbbször a történelmünk, és ezek benne vannak egyenként a saját testünkben, érzékeinkben, a múltunkban, és ezeket helyre lehet hozni, és érdemes lenne helyrehozni, mert jobban lehet élni ezen a földön, hogyha ezeket helyrehozzuk. És jobban lehet élni a földön mondjuk azt is, hogy észrevesszük, hogy mondjuk a föld maga is egyféle élő entitás. És hogyha nem veszük észre, hogy a talajt tönkretesszük, mint élő, az a tal is egy élő lény, akkor szépen egy idő után nem lesz mit ennünk. Tehát a függő létezés az adott. Az, hogy ebben a függő létezésben mi mit teszünk meg az együttműködésért, mennyire tudunk együtt érezni, együttműködni, az viszont rajtunk múlik. És ilyen apró dolgokon indulhat, hogy eljössz egy egynapos zengyakorlatra, ami csak egy olyan kicsike falatka az egészből, mint amikor az áruházban így megkóstoltatják az új terméket, hogy tessék parancsolni, esetleg később lehet ebből venni is, de ez egy ilyen picike ízelítő, ahol valamiféle betekintésetek lehetett arra, hogy miként működik egyrészt a templom, másrészt meg hogyan lehet beépíteni egy itteni gyakorlatot a hétköznapokban. Hát nem akarom többet mondani, hogy mennyire icike-picike ez a gyakorlat, mert megbeszéltük az előbb, vagyis megbeszéltem magammal, hogy az icike-picike dolgokból épülnek fel a hatalmas nagy dolgok, pillanatokból épülnek fel az évmilliárdok is, és akkor, hogyha ebben a szép horizontális és vertikális kavalkádban lineáris vagy nem lineáris gondolkodással, vagy intuícióval, vagy ráérzéssel valakinek van kérdése, akkor szívesen fogadom, és még meg is próbálok rá válaszolni. Be se fejeztem, és már is van egy kérdést, tessék parancsolni, a mikrofont várjuk meg. Amikor a környezetemhez annyira próbálok alkalmazkodni, hogy szinte átveszem az ő tulajdonságaikat, mentalitásukat, hozzáállásukat. Ezt a hozzáállást átengedem a saját lelkemen,
egyéniségemen, és hogyha az ő viselkedésük színel az én elképzelésemmel, akkor minden rendben van, akkor jó helyen vagyok, viszont ha nem színel, akkor viszont egyből pulyka méreg van, és felháborodás, számonkérés. Még szerencse, hogy nem te vagy hódítója. Igen. Ha van még fél perc, akkor egy konkrét példával tudom ezt érzékeltetni. Mi holnap... a kérdés inkább, azt mondtam, kell értem. Akkor ennyi, hogy mit kezdjen az ember, ha indulatos lesz azért, mert a másik ember nem az ő elvárásainak megfelelően viselkedik. Nem azért leszel indulatos, mert a másik ember nem a elvárásaidnak megfelelően viselkedik, hanem azért, mert te ebből indulatot gyártasz le, hogy a másik ember nem az elvárásaidnak megfelelően viselkedik. Tehát a környezet az sosem lesz olyan, amit te elvárnál. Nagyon kényelmes egyébként is szépen kihelyen, és azt mondani, hogy mindenki hülye. De ugye van az a vicc, hogy hát egy őrült szembe megy az autópályával, egy mindenki. Tehát amikor ugye úgy gondolsz, hogy nekem igazam van, a igazság vagy létezik, vagy most nem kell azért mindent teljesen szétrelativizálni, meg bölcsészkedni, úgy tudom, építkezésben dolgozott, azért nem mindegy, nem, hogy teszik össze a cuccokat. Tehát azért ott sok minden van, ami nem relatív, de azon kívül, hogy te látod a szituációt, ha egyáltalán helyesen látod, és a következő ugye az lenne, hogy mikor egy pillantás alatt, ez az, amikor úgy nevezik, hogy elvágjuk a gondolkodást. Tehát amikor ezt hallod, akkor abban a pillanatban ugye nincs gondolkodás, nincs énség, nincs múlt, jelen, jövő, csak az van, ami van, az ilyenség. Tehát tulajdonképpen egy tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, amiben még nincs ítélkezés, amiben még nincs vélemény, amiben még nincs azonosulás. És hogyha ezzel a tudattal nézel rá a dolgokra, akkor meglátod a helyes szituációt, helyesen teremtesz kapcsolatot, és utána helyesen cselekszel. Na most, hogyha a düh eluralkodik rajtad időnek előtte, akkor lehet ugyan, hogy helyesen látod a szituációt, de kapcsolatot már nem tudsz helyesen teremteni, mert kovácsolsz egy valamiféle énséget, és reaktív tudattal reagálsz egy helyzetre, hogy szinte biztos, hogy dűvel nem fogsz megoldani, hosszú távon szinte biztos, hogy nem. Mert elkezdenek félni tőled, elkezdenek hibázni. Ugye van az a szép magyar mondás, hogy madarat lehet fogatni vele. Ugye azért lehet, ez eleve hülyeség, madarat fogatni, hogy azt mondom, fogj egy madarat. Akkor lehet madarat fogatni veled, hogyha te boldog vagy, hogyha te egésznek érzed magad, hogyha te úgy érzed, hogy tehát dolgozni is, általában jókedvű emberek dolgoznak jobban, ezt még a multik is tudják, hogy ezért van ugye belső marketing és humán erőforrás, osztás, stb., mert ugyan kényszerből lehet emberekkel megcsinálni dolgokat, de nem az igazi. Tehát saját életünkben is érezzük, hogy hát igazából azért azt lenne jó csinálni, amit szeretünk, és abból lenne jó mondjuk pénzt is keretni, amiből szeretünk. De visszatérve a kérdésedre, tehát amikor meglátod a szituációt, és elural téged a düh, akkor arra például nagyon jó a gyakorlat, hogy mi az, ami dühös. Mi az, ami nem tudja elviselni, hogy neki igaza van. Mi az, amit nem tudsz letenni. És erre való az a például a zen gyakorlat, hogy visszatérj a gondolkodás elé, és maradj meg amennyire lehet a térszerű, tükörszerű tudatban. És az egyik picike paradoxon, amit itt gyakorolunk, hogy azt mondjuk, hogy jó, vágd el a gondolkodást. De hát ez nem azt jelenti, hogy amikor ezt a ütést hallod, akkor hirtelen belőled egy földigi liszta lesz. De
egyszerre van jelen a tisztaság is, és a tapasztalat is valamilyen szinten. És akkor tudsz fejlődni. Mert különben bezárod magad a saját véleményeidnek a burkába, és azt csak úgy tudod széttörni, hogy valaki más mondjuk összetöri egy erősebb véleménnyel, és akkor a szenvedés. Vagy horzsolódsz a világgal, az megint szenvedés. De hogyha ott van mellette a tisztaság is, meg valamilyen szinten a tapasztalat is, akkor te látod, elhelyezed a térben, nem cuppansz rá, tehát nem azonosulsz, mert mikor dühösek vagyunk, akkor azonosulunk, hogy ez én vagyok. Na ez az az én, amit például sok leborulással egy picit fel lehet lazítani. Beszéltünk na róla. Igen. Tehát ez, hogy nem te vagy a világ közepe, nagyon fontos, de te is vagy egyszerre a világ közepe. Csak ezt nem kell a világra ráerőltetni. És ha inkább egy elfogadó viszonyt alakítasz ki a világgal, mint sem kényszerítő viszonyt, akkor ez a tér, ez másképp fog viselkedni, és másképp lehet benne mozogni, és neked is talán kellemesebb lesz. Nem feltétlenül cél egyébként, hogy kellemesebb legyen, mert ha eléggé erős a tér, a center, akkor ott már nincs kellemes-kellemetlen, hanem szituációk vannak, és vannak válaszok a szituációra. Tehát az, hogyha jön feléd egy, repül feléd a nehézkő, ami ki tudja, hol áll meg, akkor elkapod a fejed. De hogyha elkezded, hogy azt a kurva, akkor felbe fog vágni. Tehát nem vagy elég mozgékony, nem vagy elég flexibilis, hogyha rámerevíted magad helyzetekre, például dühszerű reakciókkal. De mivel ezt a kérdést feltetted, valószínűleg már valamelyest rálátsz erre a dologra, és hogyha valamelyest rálátsz a dologra, akkor már tudod, hogy ez nem te vagy. És hogyha már ezt tapasztalati szinten megvan ez a nem te vagy, akkor például a gyakorlat nagyon sokat segíthet ebben, hogy nem feltétlenül rossz, meg van, amikor oda rá kell szólni valakire, hogy saját érdekében akár. De ne csinálj utána belőle karmát. Oké, megjelenik a düh, úgy érez szükséges, használd, de ne az használjon téged. Tehát 2 év múlva is ugye ne azon morfondíroz, hogy miért nem csináltad másképp. Most van a pillanat, most megjelenik a düh, nem jó, nem rossz, az egy energia. Hogyha megjelenik, valószínűleg elég erős tűzkarma van, hát használd ezt olyanra, ami építő, és nem olyanra, ami romboló, befele és kifele. És ahhoz, hogy ezt a térben el tud helyezni, ahhoz például a zen gyakorlás az tud segíteni. Nagyon szépen köszönöm. Egy kérdés ott hátul. Én hajlamos vagyok teljesítménykényszerben létezni, és hogy lehet ezt oldani, illetve ehhez kapcsolódóan még egy kérdésem lenne, hogy a gyakorlathoz kapcsolva, hogy honnan lehet tudni azt, hogy az adott pillanatban mi az elég. Mert volt, hogy én kitűztem magamnak, hogy én ma gyakorolok 4 órát, és kitaláltam, hogy ezt így 4 egymást követő nap meg fogom tenni, és a második nap után kifeküdtem. Szóval, hogy ez a teljesítménykényszer, ez hogy ne vetüljön az életemre. Mit szeretnél teljesíteni? Kinek szeretnél megfelelni? Vagy minek? Amikor valami kényszer van, akkor ugye tudjuk, hogy akkor nem mi irányítjuk a dolgot. Ugyanakkor dolgokat el kell végezni. De nem feltétlenül kényszeresen kell ezt elvégezni. De hogyha például ugye pillanatról pillanatra te nem figyelsz oda arra, amit csinálsz, tehát teljesíteni szeretnél, akkor
gondolom észrevetted, hogy vagy elrontod a teljesítést, de hogyha még teljesíted is, akkor is nem fogod a teljesítés beérni. Tehát nem, ugye van egy ilyen angol mondás, hogy a nézett lábosban sosem fő a víz. Hogy a washed pot never boils. Tehát, hogyha állandóan csekkolgatod azt, hogy na, akkor most jól csinálom, nem csinálom, az picit olyan, mikor vezetés közben állandóan csekkolgatnád, hogy mennyi benzin van még a kocsiban, meg ilyesmi, és akkor nekimész az első oszlopnak, mert nem ott van a figyelmed. Tehát a teljesítmény, amikor kényszer lesz, akkor elveszíted a pillanatot. Tehát az egyensúlyt meg kell, érdemes megtalálni, hogy pillanatról pillanatra ugye az út az maga a tevékenység pillanatról pillanatra összeér legtöbbször a céllal. De szeretünk pillanatképekben gondolkozni, hogy na akkor én most megnyerek 5 milliárd forintot az ötös lotton, onnantól akkor boldog vagyok. Vagy, mit tudom én, ezt meg ezt elértem, akkor onnantól boldog, de soha nem jön össze. Tehát ez soha nem jön össze, amikor elérjük a dolgot, azonnal megjelenik egy hiány, azonnal megjelenik egy másik kényszer, és ez azért történik, mert a pillanatot azt nem töltjük be eléggé. Tehát, hogyha a pillanatról pillanatra te azt a, amit egyébként utána lesz belőle teljesítmény, ha pillanatról pillanatra teljesen beleteszed az energiát, és van irány mögötte, mert ez fontos, hogy ne össze-vissza, hanem azért legyen egy irányvétel, akkor az a teljesítmény az előbb-utóbb össze fog állni, de nem az a lényeg. Tehát nem az a lényeg, hogy mit teljesítettél, hanem az oda vezető út, az hogyan telik el. Ez a teljesítménykényszer egy kicsit olyan, mintha meg akarnánk halni minél hamarabb. Hát ugye, hogyha ilyen gondolkodással az van, hogy hát megszülettünk, ugye, meg fogunk halni, akkor minél hamarabb odaérünk a halálhoz, annál jobb. És közben meg elveszítjük az életet, pillanatról pillanatra az életet. Tehát, hogy mit teszünk bele. És az, hogy pillanatról pillanatra mennyire tudod ezt beletenni, hogy mik azok a dolgok, mechanizmusok, energiák, amik benned mozognak, arra jó valamiféle praxis, én most haza beszélek, itt a zen praxis, mert ide leülsz, mondjuk 4 óráról beszéltél, 4 órát leülsz, akkor biztos vagyok benne, hogy észreveszed, hogy hát nem egy matiné műsor ez az egész, és hogy sok olyan gondolat és dolog mozog benned, amit így nem feltétlenül veszel észre a hétköznapokban. Viszont pillanatról pillanatra alakítják az életedet. És ha ezeket valamelyest átlátod, akár praxis által, akkor jobban tudod ezt a pillanatot, jobban át tudod látni, tisztábban tudsz, helyesebben tudsz reagálni, és akkor a teljesítményből sem lesz kényszer, hanem akkor utad lesz, ugye, és nem kényszeredett utad, tehát nem végzeted. Úgymond. Tehát ez a különbség az út meg a végzet között, az egyik átlátott, a másik pedig nem. Tehát azért érdemes megnézni, hogy egyáltalán, amikor valamit teljesíteni szeretnéd, hogy ezt valóban szeretnéd-e, hogyha azt elérted, akkor mivé leszel általa, és amíg eléred, milyen változások, tehát mire van szükséged. Tehát semmiféle cél nem szentesíti az eszközt. Soha. Mert az eszköz maga az út, pillanatról pillanatra. És ezt úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni. Tehát csak ezt a pillanatot, ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. És teljes.
és a következő pillanatban már megint. Szeretünk sémákat összehozni egyébként, és szeretünk az intuíciót is így sémákba bele ágyazni, és akkor utána ezt az elméletet, ezt alkalmazni, de hát minden tudós is tudja azt, hogy mielőtt az elmélet megszületne, azelőtt van egy intuíció. És ez nem az intuíció, hogy vajon, hanem az tényleg erős. És nem kikerülhető, és nem sematizálható, de mire ugye ez az intuícióból lesz egy tudományos kutatás, lesz egy formába öntött procedúra, arra az intuíció, az már tovább, az a pillanat tovább is libbent. És attól még, hogy hasznos a tudomány, nagyon jól használható, attól még nagyon lassú. És egyik pillanat a tudomány nem érdekli azt, az intuíciót nem érdekli azt, hogy a következő pillanatban egy nagyon hasonló szituációban valami teljesen más a helyes. Mert mi szeretnénk sémákat ráhúzni, és azt gondoljuk, hogy na, ha ezt teljesítettük, akkor a következő pillanatban is ugyan ezt tudjuk alkalmazni, és akkor megpróbáljuk magunkat is egy kicsit gépiesíteni, a környezetünket is egy kicsit gépiesíteni, és akkor egyszer csak kapkodunk levegére, hogy hol az életünk. És hát ez az élet, ez a pillanat mindig, ami hozzá kéne férjünk valamihez, ami az élet, csak annyi réteget ráhúztunk már körbe-körbe, karikába, mindenféle érzettel, véleménnyel, neveltetéssel, transzgenerációs, nem sorolom inkább, meg ötleteket sem akarok adni, de a gyakorlat által pont ezeket lehet tisztítani annyira, hogy ezekben egy picit barátkozzunk meg, hogy ami van, az pillanatról pillanatra változhat is. És nincsenek sémák. És egyszerre vannak a sémák, és mondom ezt én itt, aki nagyon-nagyon-nagyon megköveteljük, hogy a matracok azok itt legyenek a dharmateremben, amikor bejövünk, meghajolunk. Tehát megint eljutottunk egy szép paradoxonhoz, ahol egyidejűleg igaz két egymásnak ellent mondani látszó dolog, hogy van is séma, meg nincs is séma. Hát ennyit tudok erről mondani, teljesítménykényszeresen. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Ébredj fel és segíts másokon. Mi az, ami gátolja ezt? Most egy példát hozok fel például. Látom, hogy tudnék valakinek segíteni kis dologban is, például kinyitom előtte az ajtót, jön egy ilyen érzés, de nem csinálom meg, mert látom, hogy mondjuk meg tudja tenni ő is. Vagy megyek az úton autóval, és látom, hogy egy ág bedőlt az útra, és ahelyett, hogy megállnék, eltakarítanám, kikerülöm. Viszont eszembe jut az, hogy azzal segítenék másokon, hogy megállok. Hogy mi ez a dolog, vagy ki ez a dolog bennünk, ami ezt úgy gátolja, azok ellenére, hogy eszünkbe jut, hogy ezzel segítenénk másokon? Hát én ezt honnan tudjam? Miért nem álltál meg a fát odébb dobni az útról? Gyorsabb volt, egyszerűbb volt elmenni mellette. És akkor utána még azóta is rakodod azt a fát. Ez benned maradt. Tehát következőkor ez ugye elkövettél tulajdonképpen egy olyan tudati hibát, amit már nem tudsz kijavítani. De az, hogy ezen gondolkozol folyamatosan, az teljesen terméketlen. Tehát hogy a zenben azt mondjuk, hogy aki éhes, annak adj enni, aki szomjas, annak adj inni. És kész. Az, hogy mi az, ami gátolja, hát mi az, ami gátolja benned? A lustaság gátolta, de következőkor, hogyha most ettől egy picit lelkiismeret furdalásod van, vagy látod, hogy az helyesebb lett volna, akkor következőkor már odébb dobod azt az ágat, és nem foglalkozol vele. Tehát pillanatról pillanatra, amit a szituáció kíván, azt tedd meg, de utána ne cipeld magaddal ezt a dolgot, mint felelősséget azért annyira. Ne próbáld csekkolni magadban, hogy akkor milyen
alosztályok és milyen irodák vannak a tudatodban, ahol döntenek arról, hogy most tovább dobjanak egy ágat, vagy ne dobjanak tovább egy ágat, és hogy milyen belső mechanizmusok. Nem érdemes ezen, mert elveszel a gondolkodásban, és mire oda jutnál, valaki más odébb teszi ezt az ágat, aki nem gondolkozott ennyit, vagy hogyha gondolkozol sokat, akkor beléd jönnek hátulról a kocsival. Szóval nem produktív az, hogy tudni akarjuk. Most tulajdonképpen azt kérdezted tőlem, hogy mi az a nem tudom. Tehát mi az a nem tudom, amit folyamatosan mondjuk, hogy ez a nem tudom, ez a nem tudó tudat, ami minden mögött ott van, mint tiszta, térszerű, tükörszerű, nem üres és nem tele, de egyszerre üres és tele, minden megvan benne, de éppen semmi sincs, mindenre megvan a lehetőség, mint ahogy ebben a pillanatban is megvan a lehetőség, de még sincs. Tehát, hogy állandóan jó, mondjuk, hogy nem tudom, de mégis mi ez? Hát nem tudom. De ez a nem tudom, ez tapasztalható. És pontosan ez a kérdés, hogy mi ez, ami az egyik technikánk egyébként, hogy mi ez. Ez az, ami figyelmessé tesz rá, és elég figyelmessé tesz rá oly módon, hogy az egyéválást segítse a környezettel. Hogy észrevett, hogy környezet és te nem vagytok egymástól függetlenek. És minél jobban kapcsolatba kerülsz imégyen akár a körülötted lévő emberekkel, akár a körülötted lévő természettel, annál inkább veszed észre, hogy hát az együttműködés nélkül egyik sem fenntartható. Együttműködéssel viszont igen. És hát ez utána döntés kérdése, hogy ugye mennyire érzette ezt az egyéválást. Tehát mennyire fontos az a fa? Jó, majd valaki tovább teszi ezt a fát. Na és hogyha egy égő ág esett le, akkor már eloltod? Vagy hogyha nem egy fa van ott, hanem egy sebesült ember, akkor már segítesz neki? Tehát érezzük ezt, hogy az egyéválás és az, hogy minden egy, az valamilyen szinten egy teljesen közvetlen, személyes tapasztalat. És így módon, ha te egy szituációban tisztán jelen vagy, akkor nem kell ilyen morális csengőket megcsengetni, hogy akkor itt most ez lenne a helyes, hanem csak teszed, és azért teszed, mert amiért mondjuk az ujjadat kiveszed a tűzből, hogyha beletetted véletlenül. Mert úgy jobban tudsz működni. Hogy mennyire érzed fontosnak ezt, hogy egy embernek, vagy egy szituációban valakinek segíts, mert az attól, annak egy picit a mértéke, hogy mennyire vagy bezárva a saját kis énségvilágodba. És hogy mennyire látsz át ezen az énségvilágodnak a falán, vagy mennyire bontod le ezeket a falakat, hát az pedig rajtad múlik, meg az általad végzett gyakorlaton. És akkor majd már nem kell megkérdezni, hogy mi az, ami gátolja, hanem vagy megteszed, vagy nem teszed meg, és utána meg akkor mész tovább a következő erdei útra, vagy bárhova, és kész. Honnan tudom, hogy a másik segítséget kért? Ez nyilván nem csak verbális lehet, tehát azt mondjuk, hogy csak akkor segítünk, hogyha a másik kéri ezt a segítséget. Lehet egy jaj, kiáltás nem verbális is, és segíthetek-e akkor? Vagy ha azt mondja, hogy nem kértem segítséget, nem kell, hogy segíts. Lehet az is egy segélykiáltás? Lehet. Köszönöm szépen. Ezt a régi csoki reklámot mindannyian láttuk, amikor nyújt a futó ember a szakadék szélén, ugye, és akkor jön a segítőkész fiatalember, és szépen betolja a szakadékba a kocsit. Szóval hát vigyázzunk, hogy mennyire segítünk, mielőtt ugye, van ez a segíts magadon,
és az Isten is megsegít. Ez ugye egy picit zenre fordítva, hogy amíg nem tiszta a saját tudatod, addig lehet, hogy a szituációkat nem látod eléggé tisztán, és lehet, hogy ott akad, megeshet, hogy ott szeretnél segíteni, ahol nem kell. És hát ugye egyrészt, másrészt pedig ugye olyanokon nem lehet segíteni, akik nem akarják. Tehát erőszakkal segíteni senki nem lehet. Viszont ezen folyamatosan fennakadni meg szintén nem lehet. Illetve lehet, csak akkor ugye a hamleti szituáció, valahogy minden dharma beszéden előjön ez a hamlet dolog, nem tudom, hogy talán az angol szakvány, hogy tegyem, ne tegyem, to be or not to be, mi van. Tehát ez a folyamatos vacilla, ez rosszabb, mint az, hogy nem teszel semmit. Mármint, hogy rosszabb, mint ha teszel valami hibásat. Akkor legalább valamit lépsz. Ugye, ez, hogy kinek mikor kell segítség, azt, hogyha van egy irányvételed, van egy gyakorlatod, akkor azért el tudod dönteni. Sokszor árnyaltak ezek a dolgok, sokszor nem egyértelmű, de azért van egy érzet, hogy mikor akarunk, vagy mikor kellene segíteni, és ezeket megint, mint az előző kérdéseknek, azt tudom mondani, hogy vagy követed, vagy nem követed. Azt, hogy ugye van az a mondás, hogy múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést, azt olyat tényképpen is lehet értelmezni, hogy tulajdonképpen tényleg minden most kezdődik, és minden most ér véget. És hogy ennek a pillanatnak mennyire látod át a dimenzióját, nem is látod, érzed át intuitívi a dimenzióját, hogy micsoda okozati lánc vezetett ide, micsoda okozati láncot keltesz, vagy hullámot keltesz azzal, hogy mit tudom, arrébb raksz egy csészét hosszú távon, azt minél jobban átérzed, annál inkább benne vagy a mindenségbe, és meg független vagy egy picit az időtől is. De mivel ezt gyakorolod, és ezt folyamatosan szeretnéd tisztítani, ezt a pillanatot azért, hogy abban a pillanatban minden benne legyen, és tisztán érezd a szituációt, ezért nem csekkolhatod mindig, hogy neked igazad van-e abban, hogy most valakinek segítségre van szüksége, vagy nem. Tehát megint csak ugye, hogy Sung Sanzen mesternek a sztoria is, hogy koldus van az úton, vagy adj neki, vagy ne adj neki, de utána ne gondolkozz rajta. De mielőtt adnál, akkor is te egy bizonyos fajta érzettel, rálátással rendelkezel, amin dolgozol. Az, hogy te még mit nem látsz, azt nem láthatod, mert nem látod. Az, hogy mi az a plusz sáv, plusz dimenzió, plusz érzékelés, plusz percepció, ami a mostaniakon túl van, azt sem tudhatod, mert túl van. Ugyanakkor a meghaladás annélkül nem lehetséges, hogy a meghaladás előtt át ne esnél valamin, át ne mennél valamin. Tehát azt mondom, hogy nyugodtan hibázz, és hogyha meglátod, hogy valami nem helyes, mint hogy az imént is, akkor azt utána javíts ki, és következőkor tedd másként. Mert ugye a hiba javításnak az ismérve, hogy nem követjük el még egyszer. Ezt akár sorsbéli, karmabéli szituációkra is rá lehet mondani, hogy hát, hogyha valamit megoldottunk, akár belül, akkor az nem jön megint, nem jelenik meg kívül, mint feladat. És most egy fél órát megint beszéltem arról, hogy csak tedd. Jó ideje be van nálam akadva a borulás. Jelenleg elég nagy büntetésnek élem meg, amikor borulok, nem csak a fájdalom miatt, hanem Úristen, mit tettem, hogy itt tartok, miért kell nekem ezt csinálni, és hasonló gondolatok.
és mégis mindig jobban érzem magam utána, érdekes módon, bármennyire fáj mondjuk fizikailag, de mégis nagyon nehezen állok neki. Remélem, vagy talán gondolom, de inkább remélem, hogy ezek a gondolatok is olyanok, hogy próbálok vele nem azonosulni. Mégis rettenetesen fáj lelkileg is. Szóval egyrészt költőiben kérdezhetném, hogy mikor fog ez elmúlni, és mikor lesz jobb. Másrészt meg, hogy lehet az a kettősség egyben, hogy amellett, hogy fáj, energetizálni is tud, mert már ezt is érzem. Kevesebbet kéne borulnom, és attól lesz jobb, vagy még többet, és attól lesz jobb, vagy hol van ebben az igazság? Valami ilyesmi lenne a kérdés, amit most ennél jobban nem is tudok megfogalmazni. Hát sok leborulást tudok ajánlani neked. Nagyon fenn van, nagyon szeretnéd megérteni ezt a leborulást, és ez nagyon szenvedsz attól, hogy nem érted, hogy valami mi. És hát miért választod ezt te, hogy a szenvedés által akarsz energetizálódni, és a szenvedés által akarsz tanulni? Legtöbben ezt választjuk, ezért a Buddha, amikor elérte a felébredést, és azt mondta, hogy hát én ezt nem fogom az embereknek tanítani, senki nem fog nekem hinni, és akkor jött Brahma, és azt mondta, hogy bizonyos embereknek csak a kevés por fedi a szemét, és ezért érdemes. És hát akkor a négy nemes igazság, ugye, amivel kezdte, aminél megfogta az embereket, akinek akár sok, akár kevés, akár közepesen sok, akár közepesen kevés por volt a szemén, hogy ugye a szenvedés ténye, a szenvedés oka, a szenvedés okának megszüntetése és a megszüntetés útja. Ez öt volt? Szóval ez a négy nemes igazság. Szóval az, hogy a szenvedéstől tanulunk valamiért, hogy a szenvedés az, amire odafigyelünk, ez egy ilyen emberi hülyeség. Hogy a szenvedés ez nem lenne kötelező. A fájdalom az egy okság, az egy okozat. Tehát fájdalmat érzünk, az oké, de a szenvedés, azt már mit csináljuk belőle? És pontosan az, hogy nem tudom, borulsz százat, és akkor utána szétszabdalod azt az valamiféle összeszedett energiát, amit a borulás ezek szerint eredményez, azt megint megpróbálod szétszincálni, holott azért borulsz, hogy ez egy picit összeálljon, és egy picit a fejedből egy picit center legyen inkább. Tehát ne forduljanak a saját gondolataid ellened. És ezt a gondolataid inkább a térben jelenjenek meg, és a leborulás az nagyon konkrétan a térben történik. Hát felről le, ugye testünkkel kell, hajladoznunk kell, érezzük, és azért az egyik legerősebb gyakorlat, mert itt tényleg nincs lacafaca, és tényleg leborulunk. Miközben ülünk, ott már egy kicsit nagyobb tere van a suskusnak, mert ülés közben jön meg az étvágy, ugye. Jutnak eszünkbe a gyermekkori traumák, vagy akár szép emlékek, vagy akár a jövőbeli reménységek, ilyen mozi, olyan mozi, és akkor azt mondjuk, hogy na, ültünk 50 percet, és meditáltunk, nem, csak mozisztál. De a leborulást azt nem lehet annyira elsuskusolni, mert ott a leboruláson, de az kicsit azt is el lehet egyébként. Tehát azt is szét lehet gondolkodni, hogy akkor most, hát most miért csinálom, és miért, kilégzés, belégzés. Kilégzéssel leborulsz, belégzéssel felállsz. Hogyha még mindig megy össze-vissza a gondolat, akkor esetleg még rá lehet a lélegzetre szépen így tenni, ültetni egy mantrát is, hogy még stabilizáljad ott, és ne foglalkozz vele, hogy ez az egész, hogy hogyan működik, vagy akkor hogyan lehet racionalizálni, mert hogy pontosan a túl erős racionalizálási kényszerességed miatt van szükséged arra, hogy ezt egy picit ebből levegyél. És hát, hogy rálás, hogy többet szenvedsz a saját gondolataitól, mint a leborulásoktól. A leborulás az leborulás. Az nem tudom, hogy mennyit csinálsz naponta, csinálsz, amit csinálsz,
de a gondolatokat bármikor elő tudod a társadalmatból rántani, itt most darombeszéden, ültödben szenvedést okoztál magadnak az előző percben, amikor feltetted a kérdést, szépen idehoztad azt a valamit, amivel te azonosulsz. Na hát ezért mondtam, azért kezdtem azzal, hogy a leborulást tudom csak erre ajánlani, hogy ezt a én vagyok a gondolat, én vagyok a szenvedés, miért velem, miért én, miért nekem, ezt egy picit oldjuk fel. És hát nem tudom. De szóval nem tudom, ez tud jó érzés lenni. De ne azért borulj le, hogy jó érzés, mert akkor meg elkezded építgetni azt a suvickolni, azt a féle spirituális énséget, ami megint csak egy réteget ráhúz arra a tiszta tükörre, ahelyett, hogy lekaparná a régi réteget. Tehát egy kicsit bízzál abban, hogy lélegzel, bízzál abban az ízben, ami megjelenik, amikor étkezel, bízzál ebben. És hogyha éppen most nincs szenvedés, akkor sosincs szenvedés. Mikor fog véget érni? Már véget is ért. A déli énekléssel kapcsolatban, amikor énekeljük a mantrákat, és ugye sokat éneklünk, és ezeket a mantrákat különböző sebességgel énekeljük, hogy ennek mi a jelentősége, hogy az egyiket nagyon gyorsan, a másikat nagyon lassan énekeljük. Tehát, hogy azon kívül, hogy valószínűleg, hogy amit nagyon gyorsan éneklünk, annak sose lenne vége, hogyha lassan énekelnék. Hogy ennek csak ilyen technikai oka van, vagy tudatilag másképp hat az emberre, hogyha lassan vagy gyorsan énekli? Hát próbáld ki a surangama mantrát szépen lassan énekelni 4-5 órán keresztül. Igen. Nem hülyeség, tehát próbáld meg. Egyébként, amikor mantrát gyakorolunk, akkor szeretjük robotpilótára tenni a tudatunkat, és akkor begyorsítjuk a mantrát, és akkor mondjuk, hogy gati-gati para, gati para, sam gati bótiszva, és egy idő után nem is a mantra megy a háttérben, és mi meg szépen, kényelmesen tudunk mellette bármit csinálni, gondolkodni, stb. Miközben azt gondoljuk magunkról, hogy mantrázunk. És ilyen tényleg jogos a kérdés, mert egy picit lehet, hogy gyorsak ezek a énekek. Hát nincs rá ugye 45 percünk, 50 percünk van, hogy az étel felajánló szertartást befejezzük. Ebbe ennyi fér bele, ez a csomag, ez így van. De hogyha te egyedül énekled, akkor ez nem kötelező ezt ilyen tempóban énekelni. Sőt, mint említettem, ugye, hogyha egy mantrát szeretnél nagyon lelassítani, akkor érdemes, tehát hogyha ülő gyakorlat közben te mantrát használsz, és érzed, hogy túlságosan begépiesedett a mantra, akkor szépen picit figyelj a lélegzetedre, és szépen lassítsd le a mantrát annyira, hogy végig ott tud tartani rajta a figyelmedet. És akkor csak az, és akkor ugyanígy egy hosszabb mantrával is, és akkor kénytelen vagy ugye helyben tartani. Ez ugyanolyan, mint a hangszeres gyakorlásnál is mindig azt mondják, hogy először lassan gyakorolt. És mikor lassan már tisztán tud, akkor lehet begyorsítani, akkor lesz virtuózitás belőle, mert általában mindenki egyből így akar játszani, és csomó hiba benne marad. Tehát jogos a kérdésed, nyugodtan énekelte egyedül lassabban a mantrákat. A lényeg mindig az, hogy mennyire tartod egy helyben a tudatodat, mennyire figyelsz oda, mennyire tudsz oda figyelni. És másrészt meg ugye mennyire lesz automata az egészből. Mert minél jobban odafigyelünk, minél jobban ott tartjuk a tudatunkat, ugye annál szélesebb sávon jön át a mantrának az energiája. Hanem csak úgy
néhány rezgéssel van, és a többi meg az megy, ami szokott. Tehát amúgy nincsen jelentősége, csak mint mindenben, hogyha gyorsabban csinálják, akkor talán egy picit nehezebb rá odafigyelni, és ez lehet, hogy zavar téged. De ebből is lehet gyakorlatot csinálni, hogy még jobban figyeled, és akkor gyorsan is tudod. Másrészt meg ugye, hogyha gyorsan kell odafigyelni, akkor vannak ezek, hogy akkor meg nem tudsz nem odafigyelni, mert kénytelen vagy követni, és akkor az is lehet egy gyakorlat, hogy helyben maradjon a tudatod. Mindenből lehet így vagy úgy gyakorlatot csinálni. A lényeg az, hogy egy helyben tartsd a tudatod, ne lengjen ki ide-oda a térben, időben, és akkor ad egy kis teret, egy kis lehetőséget arra, hogy kapcsolatba kerülj valamivel, ami tapasztalható, de nem elmondható, és ezért abba is hagyom most a róla való beszédet. Egyéb kérdés? Hogyan kell jól tovább engedni ítéletmentesen a gondolatokat? Hogy ne időzzünk rajta, hanem engedjük tovább, hogy ne a gondolatainkra koncentráljunk, hanem a... Volt ma szó a kényszerességről, ugye? A teljesítménykényszerről. Nem tudom, hallottál-e már róla? Azzal kezdted a kérdésedet, hogy jól, hogy lehet jól tovább engedni. Hát ez a jól tovább engedni ítélet nélkül. Érezzük a dolgot? Tehát, hogy nagyon-nagyon csekkolod ezt a dolgot, és egyébként ezt mindenki csinálja. Tehát ezért most nem kell köveket vetned magadra, mert látom, hogy azt is megteszed. Tehát egy kérdésen belül... ítélkezzel magadon, és ezt itt biztosítatlak tudod, hogy ezt itt megteheted. Csak vedd észre, és arra való a gyakorlat, maga a gyakorlat, mint forma, hogy abba így belekapaszkodj, mint ugye a viharos tengeren az árbócba, és tér vissza a gyakorlathoz, amikor észreveszed, hogy nem a gyakorlatot végzed. Tehát mondjuk egy mantrát ismételgesz, és jön egy gondolat, hogy ó, már megint nem fizettem be a szemétpénzt, és akkor visszatérsz, nem az, hogy ó, már megint gondolkozok, mert gondolattal gondolatot nem lehet, és akkor nagyon-nagyon-nagyon messze kerülsz attól, ami éppen itt van, az ilyenségtől. Tehát azért segít a gyakorlat, hogy akkor ezt meglátod, szépen visszatérsz a mantrához, vagy a térés hangfigyeléshez, vagy a nagy kérdéshez, és kész. És következő pillanatban megint elmegy, megint visszateszed. De mint egy, nem tudom, hogy kutyát már neveltél-e, vagy próbáltál-e megtanítani arra, hogy ül, energia, odafigyelés, türelem, és valamiért nem akarunk megtanulni mi járni. Tehát azt gondoljuk, hogy miután már megtanultunk járni, miután már megtanultunk beszélni, ott a dolg el van intézve, csak egyszer csak rájövünk, hogy a tudatunk az körülbelül olyan, mint egy kisbaba, aki a sarokban játszadozik a borotva pengével, és bántja magát annélkül, hogy tudná. És ennek az csak azért van, mert bizonyos dolgok bennünk még nem nőttek fel, és nem veszük észre, hogy mint emberek egyszerre nagy áldás és egyszerre nagy átok, hogy ez a lehetőség megvan. Ugye a fejlődés felfele is nyitott, lefele is nyitott, és a kezedben van a döntés, hogy melyikkel akarsz menni, és ez, hogy megregulázni egy picit, hogy ezeket a gondolatokat egy picit uralni, az nem egyik pillanatról a másikra megy. Ugye, a testet nagyon-nagyon erőssé lehet tenni 10 év alatt, azt mondják, hát a tudatot azt meg a 20 év alatt inkább. De ez sem igaz. Csak vegyük észre azt, hogy ugyanúgy nem fogad szót nekünk legtöbbször a gondolatunk, mint hogy egy kisgyereknek nem fogad még szót a lába. De nézzük meg, hogy mekkora energiát tesz bele abba, mekkora odafigyelést, mekkora odaállást tesz, hogy ez működjön.
és aztán működik, és milyen jól lehet akkor használni. És akkor ezt egy picit gondoljuk tovább, hogy akkor, hogyha mondjuk a gondolkodásunkat, az érzelmeinket ugyanígy kordába tudnánk tartani, hát akkor az milyen jó segítség lenne, amikor kell. De ha nem kell, akkor nem. És ehhez türelem kell. És ez a türelemnek, ez a gyakorlat itt, amit végünk, az tök biztonságos. Tehát itt lehet hibázni, elkalandulod, visszajössz. Ha kocsi vezetésben teszed ezt, akkor az sokkal veszélyesebb, de itt megvan a tér, és ezt megfigyelheted, és gyakorolhatod, és csinálhatod, és nem kell magadat azért ostorozni, mert ez egyből nem sikerülhet. Nem kell. Viszont amikor már megtapasztalod egy picit, hogy ezt valamelyest meg lehet fogni, meg át lehet látni, és lehet használni, az viszont nagyon hasznos tud lenni, és nagyon, nagyon motiválni tudja a gyakorlatodat később, és ugye az életben nincs olyan, ami nem gyakorlat, csak nem veszük észre. Mert a végső, a nagy feladat ugye az csak az lehet, hogy valamiféleképpen megszabaduljunk az élet-halál körforgásából, elérjük a felébredést, és minden érző lénynek segítsünk elérni a felébredést, és ezt itt kezdjük azt, hogy csak egyszerűen végzünk egy gyakorlatot, ami úgy tűnik, hogy hiteles. És kész. És mihelyst az első picike eredményeit megérezzük, akkor már több a motiváció, de ezt általában meg szokott csillanni elég gyorsan egy picit. Ezt, amit a Coelho azt mondja az alkimistában, hogy a kezdők szerencséje. Ez úgy mindig ott van valami, aztán utána akkor lehet dolgozni. Én azt kívánom mindenkinek, hogy merítsen ihletet ebből az egynapos zenből. Remélem, hogy nem tántorítottunk el senkit attól, hogy tovább folytassa a gyakorlást, elérje a felébredést, és segítsen minden érző lénynek elérni a felébredést. Hát ehhez kívánok sok energiát, sok odafigyelést, sok sikert, kitartást és teret.